inkább nem értem meg. Veszni így a dolgot, vajon miért engedted? Időt helyett miért pont így választottál? Későn jött az áldozat, vagy nagyon rád? Nem tudhattad, mit dobog te Izrael népe? Ha majonnél már mögéd állna minden nemzetséged.
saját utat és a tászokra fajta. Királyra bennő az áhorizón, de nézzük csak azt, hogy az igazi ló. Szegény fiú, vagy legfelül, talpig a nagyban, de csak egyedül. A hatalom nyíló, csak ostoba látsz, amíg itt nem folyt a szabad a tánc. Akkor ó, ez vagy mit? A magasban rázik, hogy van egy kér. A rottori sorgják, a magad a fel, fényú, sóra, a hátszélele. Szegény fiú, meg az óra más, ennyi, mint a tanács, vagy egy más. Mire való a harc, ami száj, ki van a vég, nekünk az a király. A diákok mára tervezett muzsikája. Ismerős volt szerintem ez a néhány gondolat, egy kicsit megmásítva, mert nem mástól, mint a Móka Mikitől választottam most ezt a befejezést. Persze, lehet, hogy nem igazán stílszerűen. De úgy gondolom, hogy ma önök remekül szórakoztak, bizonyítja ezt itt a tapsvihar is, amit az előadó művészek, ha megtisztelhetem így őket, ma itt produkáltak, megérdemelte a vastapsot. És kik voltak ők? Íme! Csepregi Georgina! Schönberger Zsófia, Pukér Dóra, Varga Judit, Németh András, Molnár Tamás, Molnár Simonetta, Keszei Boglárka, és aki mindezt ugye a színpadra álmodta, megtervezte, aztán ide varázsolta, Molnár Károly, Karcsika. És kik voltak a vendégművészeik a mai napon? Rónai András, Rónai Lili, Rónai Kata, és ki volt az, aki azt énekelte nekünk, hogy talán lesz még egy életem, talán lesz még, és azt újra kezdhetem, talán lesz majd nekünk is. Nem volt más, mint Vágó Zsuzsi! Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer az elismerést, amit önök a tapsukkal fejeznek ki. Bízunk abban, hogy valóban nagyon szép perceket okozhattunk, és okoztunk is a ma, illetőleg a tegnap este folyamán. Van egy fiatal csapat, akik azt gondolom, hogy nagyon szép perceket varázsoltak ide ma önöknek. És persze vannak lent a színpad előtt szülők, pedagógusok, olyan emberek, akik nagyon szeretik a musicalt, szeretik azokat a boldog perceket és pillanatokat, amikor átélhetjük az élet szebb oldalát is. És ha a szülőkről beszéltem, akkor hadd osszam meg önökkel azt a gondolatot, hogy Molnár Károlynak, Karcsikának is mindig itt vannak, illetőleg háttérből mindig ott vannak a szülei, akik segítik és ők irányítják. És bizony, ilyenkor azt gondolom, nem baj, ha az anyu vagy az apu szeméből kicsordulnak a könnyek, és azok a sós kis apró könnyek végigperegnek az arcukon. Bizony, Karcsikát én magam is nagyon régóta ismerem, hiszen a gyerekeink egyidősek, és elmondhatom önöknek, hogy ezek a fiatalok most épp érettségére készülnek. Tehát, amikor az életük első igazi nagy megmérettetése vagy éretté válása lesz, kívánom nekik, hogy ezek a percek, meg azok a szép dolgok, amik ott vannak a szívükben,
átsegítse őket. És nagyon bízom, hogy azok a pedagógusok, azok a kollégák, akik őket nevelték, óvták, védték és tanították, mert ez nagyon fontos, hogy nevelni és tanítani, ők is majd ott azokban a nehéz percekben egy picit visszagondolnak erre, és segítik ezeket a fiatalokat. Tehát én az ő nevükben köszönöm mindazt, amit eddig ők kaptak, és remélem, hogy kapni fognak. Köszönjük a megtiszteltetésüket jövőre, reméljük újra, ugyanitt, kétszer egymás után a Diák Színpad produkciója, majd egy új címmel. Köszönjük, a viszontlátásra!